Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és ahogy azt már megszokhatták, így havonta egyszer egy kvázi polgármesteri fogadóórára várjuk Önöket ide a televízió képernyők elé, illetve az online felületünkön is, és ez az ebben a hónapban sincsen másképp stúdión vendége, Cserpakovics András, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a kedves meghívást, és tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Azt hiszem, hogyha visszatekintünk az elmúlt hetek eseményeire, akkor azt megállapíthatjuk, hogy nagyon mozgalmasan indultak itt, volt mindenféle kerékpáros verseny, aztán most kortárs művészeti fesztivál, és hát talán mondhatjuk azt, hogy belecsaptunk így a nyári szezonba. És hát milyen jó, hogy ezt megtehettük az elmúlt két évben, ugye hányszor gondoltunk arra, hogy milyen jó lenne újra összejönni, a megszokott programjainkon részt venni, vagy új programokat a városba hozni, de a járvány nem adott erre lehetőséget. Bár a tavaly nyár azért már sok tekintetben jobb volt, de nehéz volt szervezni, egy kicsit előre látni. Most a 2022-es év rendezvények vonatkozásában valóban nagyon gazdag, és azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon örülnek ennek, hiszen bármelyik programelemet is nézzük, nagyon sokan vesznek részt ezeken az eseményeken. Lesz vakáció indító is a fiataloknak, de hát mondhatjuk azt, hogy szinte minden program megrendezésre kerül, legalábbis jelen tudásunk szerint. Igen, úgy készülünk, akár még a tavaszból hátralévő programok esetében, vagy a nyári időszak vonatkozásában, hogy minden megszokott program megrendezésre kerül, abban a keretrendszerben, ahogy azt megszerettük itt a városban, és bízom benne, hogy ez nem lesz másként sem az őszi programok, például Lecsó fesztivál tekintetében, sem pedig az advent vonatkozásában, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Értelemszerűen, ha úgy alakul az élet, lépnünk kell, akkor azt meg fogjuk tenni, jogszabályi kereteknek értelemszerűen meg fogunk felelni, de most abszolút szabadon szervezhetünk rendezvényeket, és ezt meg is tesszük. A város egy közösség, és a közösségformálásnak pedig nagyon fontos eszköze, hogy legyen hol, és legyen milyen alkalom, amikor összejöhetnek az emberek. A rendezvények azt hiszem, hogy ezért is ennek érdekében is sokat tudnak tenni, és nagyon örülök, hogy újra van Fezen idén, nagyon örülök, hogy a Liget Fesztivált most már hagyományát tudjuk tenni, és meg lesznek a szép koncertek péntek, szombat esténként a nyári időszakban, és hát készülünk erősen már a királyi napokra. De előtte még egy hetet-hét játékfesztivál a gyerekeknek, ugye versünnep döntő, tehát azt hiszem, hogy visszakaptuk egy kicsit nem csak a rendezvényeinket, hanem ezen keresztül az életünket is. Igen, ugyanakkor azért a gazdaságnak vannak más vetületei is, és egy fontos lépést megtett ebben az esztendőben is a város, hiszen a teraszdíjakat most is elengedik. Igen, nehéz két esztendő van a vendéglátósok, egyáltalán a turisztikában dolgozók mögött. Bízom benne, hogy már előtt nincs, mert közben most már azért abszolút azt tapasztalom, hogy megtelnek a kávézók, éttermek, cukrászdák belül és kívül a teraszokon egyaránt. Egy picit egyébként a hétvége vonatkozásában ezért valószínűleg hosszabbítani fogjuk a teraszok nyitvatartási lehetőséget, abban az értelemben, hogy ami nyártól lépne be, azt egy kicsit a jövőben szeretnénk előrehozni, hiszen most például májusban abszolút teraszos idő volt többször is, hangsúlyozottan ez péntek szombat estét jelenti, tehát nem olyan napokat, amikor másnap munkanap, vagy főleg iskolai nap vár a belvárosban élőkre, hiszen ezt meg kell próbálni összehangolni, az ő békés nyugodt életüket is kell tudni valahogy garantálni, de a teraszdíj elengedés az megint egy olyan konkrét lépés, amiben cselekvés szinten is szeretnénk a vendéglátósoknak kis segítséget, támogatást adni, és azon is gondolkodunk egyébként velük közösen, hogy hogyan lehet a jövőben még ezt az együttműködést erősíteni, hogy még a Covid előtt fölmerült, hogy például a napernyők legyenek egységesek, ez a esetleg város online címen fogadórán is kérdés volt, Facebook ugye? Közmeghallgatáson is előjött kérdésként, és szerintem jogos felvetés. Mondom, abszolút partnerek voltak benne a vendéglátósok, csak aztán jött a járvány, és értelemszerűen nem volt senkinek lehetősége, hogy forrásokat találjon és költsön ilyen fontos, de mégiscsak azért alapvetően arculati elemre és nem a tartalmi működésre, de ha ez az év így alakul, akkor azt hiszem, hogy jövőre ezt újra ki lehet nyitni. Látok közös nevezőt, nyilván ebbe a város kész adott esetben besegíteni, és ez többet hoz a városnak, mint önmagában a teraszdíj. Tehát szerintem itt lehet egy egészséges, jó és mindenki számára pozitív kompromisszumokat és megállapodásokat kötni. Hangsúlyozottan ez nem egy-egy vendéglátós és az önkormányzat között, hanem valamennyi mondjuk a belvárosban tevékenységét tekintve belvárosban dolgozó vendéglátó üzletre egyaránt igaz. Tehát minden versenyjogi és egyéb keretnek is természetesen megfelel az önkormányzat. Ha már Facebook fogadóra ott is felmerült, de gyakorlatilag az elmúlt napokban több közösségi platformon is hangot adtak annak, hogy jaj, de jó,
újból van virágoztás, látványilag is ez ugye hozzájárul ahhoz, hogy a belváros is szép legyen, de nem csak a belváros. Milyen sikerrel zajlik most ez az akció, amit a Városgondnoksággal közösen szerveztek? Most már több mint 10 éve indítottuk el ezt a kezdeményezést, és elmondható, hogy minden esztendőben rekordot döntünk a résztvevők száma, a pályázatot benyújtók száma vonatkozásában, így van ez idén is. Több mint 9700, tehát közel 10 000 pályázó volt, és közel 300 000 növényt osztunk ki számukra, és 700 darab komposztládát, hiszen tavaly bővítettük már ezzel a lehetőséggel is ezt a programot. Így tényleg igaz, hogy közösen virágosítjuk Székesfehérvárt, mert hogy ezzel mi virágot adunk, növényt biztosítunk, az egyén pedig otthon a saját lakó környezetében azt virágosítja, de nem csak elülteti a virágokat, hanem gondozza is azokat. Ezáltal viszont segíti a Városgondnokság munkáját is, hiszen ezeken a területeken akkor nem nekünk kell biztosítani munkaerőt, ami az egyre nehezebb. Látszik most is a közterületeken, hogy ahogy megjött a tavaszi idő, abban a pillanatban nyilván a növényzet erre reagált, és bizony ilyenkor van pár nehéz hét, amikor nagyon nehezen érjük magunkat utol. Én mindenkitől kis türelmet, megértést kérek. Közel 4 millió négyzetméter zöld területet, közterületet ápol és gondoz a Városgondnokság. Csak gondoljunk bele, hogy otthon a saját kis kertjébe az emberek ilyen időszakban szinte hetente kell, hogy füvet nyírjanak. Ez nyilván 4 millió négyzetméter esetében egyáltalán nem egy egyszerű munka, és a szakemberek pedig közösek. Tehát a virágosztást azok az emberek végzik részben, akik egyébként a közterületek rendben tartásáért is munkát vállalva, feladatot teljesítve felelősséget vállalnak. Nyilván nem tudnak egyszerre két helyen lenni. Most is ez a 15 fő, aki a virágosztást lebonyolította, ez napi 12 órában dolgozott. Óriási köszönet és hála nekik, ez egy nagyon nagy munka. Tudom, hogy néha kellett egy kicsit várakozni, bár a visszajelzések zöme tekintetben is alapvetően pozitív, hogy nem volt ez hosszú, meg nagyon rendezetten ment minden, és szervezetten, de azért türelmet és megértését mindenkinek megköszönöm. De amiben az egész programnak a legfontosabb, tényleg virágosabb és zöldebb a város, közben pedig, visszatérve az előbbi témára, közösséget is szervezünk és erősítünk. Innen fogjuk folytatni, nézzük meg, hogy első csokorban milyen kérdéseket gyűjtött össze Rába Henriett a kolléganőm. Nagyon jó, minden szépen fejlődik, nekem nagyon tetszik, így ahogy van a város, én már régóta itt lakom, úgyhogy hát kérdésem, nem tudom. Az, hogy a 36-os busz sűrűbben járjon. A Jenzegte sarkán van az új épület, ahogy megcsinálták, és van ott az a szoborrész. Az tiszta korom, fekete, koszos, ott maradt a szemét rajta. És akkor azt mondta, hogy megkendelték már a folyadékot, mert mindennel nem lehet lemosni. Mi Petkel lakunk, úgyhogy onnan igazából a buszok az, ami, hát ezzel volt is vita sokszor a Petkai önkormányzattal kapcsolatban, úgyhogy ez most úgy, ahogy megoldódott, de azért lehetne még kicsit ezzel javítani. Igazából lényegében az utakat kellene egy kicsit megcsinálni szerintem itt a belvárosba. Meg hát igazából ami nagy kérdés soknak a 81-es szakasz, de ami már nagyon régóta. Tehát nagyon sok haláleset van egyebek, azt kellene egy kicsit erőltetni szerintem. Úgy magában a város úgy szerintem lényegében tisztább lett. Hát itt sok kérdés fölmerült, és köszönöm szépen a dicsérő szavakat, mert abból is kaptunk, úgyhogy csapatmunka, szoktam mondani, egy város irányítása, vezetése a mindennapok szintjén, de ha látják az emberek ennek az eredményét, azért az mindenkinek, nyilván nekem is jól esik és pozitív visszajelzés. Ami fölmerült néhány kérdés, a Mátyás szobor tekintetében abszolút jó hírem van, ahogy az úr is mondta, megrendelésre került már a tisztítása. A szobornak egyébként ezt Melokó művész úrnak magam személyesen ott a szobornál meg is ígértem, pár héttel ezelőtt vendégünk volt. Ugye mellette most a Szent István Király Múzeum teljes egészében megújult, szerintem kívül-belül gyönyörű lett, a kiállítás meg fantasztikus, és bízom benne, hogy tudjuk hosszabbítani, de mindenkit arra biztatok, hogy nézze meg, mert tényleg egyedülálló gyűjtemény így egybe nézni ezeket a tárgyakat.
De emellett most valóban látszik, hogy a Mátyás szoborra egy jelentősebb tisztítás ráfér, ez értelemszerűen egy speciális szakmai feladat, hiszen egy nagyon szép és nagyon értékes műalkotásról van szó. A Városgondnokságon keresztül ezt a munkát megrendeltük, és bízom benne, hamarosan szakemberek el is fogják végezni, és akkor a szobor is visszanyeri régi pompáját. Az utak tekintetében igen, hát ugye a Facebookon is látszott, mindenki nagyon szeretné, hogy a saját útja, utcája rendben legyen, de azért kis budai Prohászkára visszakanyarodva egy pillanatra, amikor pedig építjük, akkor meg inkább azt szoktuk megkapni, hogy miért kell már megint lezárni. Márpedig csak úgy lehet valamit felújítani, hogyha a közművekkel együtt az útburkolatot lezárva teljes megújításba tudjuk a gyűjtőutakat rondaszóval részesíteni. Volt ott egyébként csúszás, mert ez is ilyen nincs, kritika volt, én úgy emlékeztem, hogy nem volt ebben. 7 hónapos munka volt, ott elterjedt valahonnan, hogy 2 hónap, ezt sosem mondtuk, tehát 7 hónapot mondtuk. Valóban volt a buszközlekedés átszervezésével kapcsolatban egy fölmerülő március-április fordulós visszaengedés az autóbuszoknak, szerintem ez okozott zavart, de alapvetően még ebben a nehéz időszakban is sikerült a határidőket tartani a kivitelezőnek. Vannak garanciális problémák, de azok pedig garanciában nyilván a fővállalkozónak a felelősségi körébe tartoznak. Tehát szeretnénk ezen a programon tovább menni, hogy a Móri út a következő gyűjtőút, aminek a fejlesztése meg fog kezdődni, a déli összekötő út épül, és hát elkészül a Bakony utcának a engedélye, tervei engedélyei az idei esztendőben, és talán úgy látjuk, hogy van rá remény, hogy Európai Uniós forrásból pályázati keretek között a városnak talán a következő években rendelkezésre állhat az az összeg, hogy ezt megépítsük. Ez egy nagyon fontos új gyűjtőút. A Bakony utca az mivel függ össze? Azért mondjuk el a nézőknek, hát ha nincs valaki képben. Gyakorlatilag a Balatoni útnak lesz egy párhuzamos útja. Ez azt gondolom, hogy akár a környezet, ennek a területnek a környezetében élők számára fontos, és az ingázók számára is fontos, de hát tehermentesíti a Maroshegyet, részben az alsóvárost, ugyanúgy, ahogy a déli összekötő is tehermentesítő út lesz, ez az út is azt tudna lenni. Én bízom benne, hogy hamarosan bejelenthetjük, hogy minden terv kész, minden engedély a kezünkben van, és talán látjuk majd a forrást is, hogy ez is egy 2-3 milliárd forintos fejlesztés, ami nyilván saját önerőből nem elképzelhető, de pályázati forrásnál látunk reményt, dolgozunk rajta, ahogy konkrétumokat tudunk mondani, ezt el fogjuk mondani. Ugye fölmerült a 81-es kérdése, amiben elindult egy nagyon komoly állami beruházás, illetve annak az előkészítése, bizonyos koncepciótervek elkészültek, nyomvonal kijelölésre került, környezetvédelmi hatástanulmány készül, az pedig már közvetlenül a tervezésnek az első alapdokumentuma. Tehát azzal a jó hírrel tudok mondani, hogy nem csak beszélünk róla, hanem az állam teszi a lépéseket, és ugye ez annak a koncessziós rendszernek is a része, amiről sokan hallhattak az elmúlt hetekben, ugye ott határidők is vannak, ameddig az M81-est meg kellene építeni. Ami miatt így mondom, hogy ez nem a jelenlegi 81-est fogja jelenteni, hanem a településeken kívül egy teljesen új kétszer-kétsávos útnak a kiépítését, ami össze fogja kötni az M7-est az M1-essel. Sőt, és itt már az Ocean Curve forgalom is, ugye? Az M7-es és az M6-os, M5-ös vonatkozásában is majd később egy új tág, a Budapesthez képest tág körgyűrű kialakítását is jelenteni fogja. Ez mindegyik óriási lehetőség a városnak, tehermentesíti az Ocean körforgalmat, tehermentesíti az Újcsóri körforgalmat, és egy negyedik stráda lejárót fog jelenteni Fehérvár és Szabadbattyán között. Bízom benne, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány pozitív végeredményt hoz, és hogyha így lesz, akkor indulhat a tervezők kiválasztása és a tervdokumentáció elkészítése. Még egyszer, ez akkora nagyságrend, hogy ez értelemszerűen állami beruházásként fog tudni a következő években megvalósulni. De ahogy mondta is az úr, évtizedek óta várunk erre, én most látok realitását annak, hogy évről évre ebben az ügyben érdemi előrelépésekről fogunk tudni beszámolni. Ami az autóbusz közlekedést illeti, hiszen azt is többen felvetették. És nem csak a 36-osra vonatkozóan. A hálózat bővítés meg fog történni, várhatóan augusztus 1-től. Többszöri konzultációs kört tudunk most lezárni.
A tervezők már dolgoznak azon, hogy mit tudunk a konzultáció érkezett javaslatokból, kritikákból, kérdésekből beépíteni a bővítésbe. Így dolgozzák a menetrendet, és viszonylag most már hamar ezt be fogjuk mutatni. Utána megy közgyűlésre, ha a közgyűlés elfogadja, akkor pedig minden lépést, hogy augusztus 1-én be lehessen vezetni, meg fogunk tenni. Hangsúlyozni szeretném, hogy még a Volán busztól várunk egy végleges pecsétes papírt, hogy ők is ezt egy tartható és előrelépést jelentő hálózatnak, menetrendnek tekintik. És ha esetleg nézi a autóbuszvezető a mostani adásunkat, akkor nekik meg szeretném megnyugtatásul mondani, hogy minden olyan dolog megrendelésre került, ami mondjuk a buszfordulóknál, a pihenőhelyeknél mindent biztosít, ami a sofőrök számára a nyugodt és biztonságos munkavégzéshez, a pihenőidő jó kihasználásához elengedhetetlenül szükséges. Ha már közlekedés, és akkor ugye ez a Facebookos fogadóórán is felmerült, de általában mi is szoktunk találkozni kommentekben itt ott a kérdés felvetéssel, hogy volt egyszer szó arról, hogy a belvárosban lesz gyakorlatilag egy ilyen sorompós behajtási rendszer. Ezzel kapcsolatban mit tud elmondani, polgármester úr? Hogy első változatban most nem a sorompót fogjuk kipróbálni, mert hát városképileg azért valljuk be, nem annyira szép, ha mondjuk valaki a várba megy, és ott látja azokat a sorompókat, hát mondjuk abban a környezetben se igazán illik. Lehet olyan helyzet, amikor erre szükség van, de most megpróbálnánk először egy kamerás ellenőrző rendszert, értelemszerűen ami a rendszámfelismerő rendszer mögötte, az informatika tudja az adatot kezelve megállapítani, hogy az a rendszámhoz van-e behajtási engedély, az érvényese, vagy nem, és értelemszerűen, hogyha nem, akkor pedig a szankció, de magyarul a büntetést vonatkozásában maga a technológia az egyébként lép, és akkor így visszaszorítjuk azokat, akik engedély nélkül lépnek be a belvárosba, úgy, hogy közben a városképet pedig nem csúfítjuk el. Ennek az előkészítése már zajlik, és hogy mostanában legyünk óvatosak minden, ami építőipart és ahhoz kapcsolódó szolgáltatást jelent, mert nagyon nagy beszállítói problémák vannak, szakember problémák, leterheltség, kapacitáshiány. Tehát akkor merek majd konkrét időpontot mondani, amikor már látjuk, hogy közbeszerzési eljárások keretében is a kivitelező is megvan, de amit ígértünk a belvárosban élőknek, annak a vonalán megyünk tovább, tehát meg fog valósulni ez a fajta beléptető rendszer. Ha már közlekedés, akkor a zebrákra is térjünk egy kicsit rá. Ugye több helyen már lehet látni ezeket a biztonságosabbá tett zebrákat. Lesz ennek a programnak folytatása? Igen, 10 ilyen zebrát szeretnék még kialakítani. Itt a szakirodák dolgoznak, hogy ezeknek a helyszínét kijelöljük. Értelemszerűen azok lesznek a kijelölt gyalogátkelők, ahol ezt az átalakítást, fejlesztést megvalósítjuk, ahol úgy látjuk közlekedés biztonsági szempontból, hogy itt elhangzott, hogy ez egy fontos szempont, hogy ott muszáj beavatkoznunk, és ezzel tudjuk egy kicsit lassítani a közlekedést, és biztonságosabbá tenni a gyalogos közlekedést. Úgyhogy ahogy ez a munka elvégzésre kerül, befejeződik, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni ezt a 10 helyszínt. Ahol ilyet elhelyeztünk, mondjuk például a régi kórház bejárat előtt, vagy a továbbásba, nagyon pozitívak a visszajelzések. Köszönöm, hamarosan folytatjuk, nézzük meg, hogy milyen kérdésekkel készültek még a fehérváriak. Nagyon sok lehetőség van, néha kevés, de ahhoz képest egész jó. Az iskolásoknak, ők ugye rengeteget járnak. Tegnap vagy tegnap előtt volt egy nagyon kellemes meglepetésem vele. Zalakaroson találkoztam, ülésezett, valamit tárgyaltak, úgy csak egy integetés volt. Úgy csak annyi lenne most, hogy jöttem végig a főutcán, hogy jó, vannak fiatalok, meg mindenféle dolog. Néha nem ártana feltakarítani ezt a új, szép, új járdát, vagy ezt az utat, és ezt a világítást megcsinálni. Ennyi volna. Vagyok elégedve polgármester úrral, úgyhogy nagyon szép a város, éppen most pihengettem itt a víznél, úgyhogy szépíti, építi, úgyhogy én meg vagyok elégedve, és hát időseknek is ad ugye egy kis hozzájárulást, annak is nagyon örültem. Igazából annyi kérdésem lenne hozzá, hogy mit szeretne még újítani a városom, mert mostanában ugye nagyon megindultak a városban a felújítások, és ezt szeretném tőle kérdezni, hogy mennyit szeretne még tenni hozzá a város felújításhoz.
ezeket a kérdéseket is köszönöm. Valóban valakivel Fehérváron kívül is találkoztunk az elmúlt időszakban, és mindig jó érzés egyébként, amikor fehérváriakkal összefutunk, és akkor kicsit beszélgetünk, és mindig ez is egy lehetőség a beszélgetés arra, hogy megismerje az ember, hogy mit éreznek a városlakók, milyen problémákat vetnek föl. Bár azt veszem észre, amikor Fehérváron kívül találkozunk, akkor mindig inkább csak ez a jó eső öröm tölt el mindenkit. Ami az úr által a Sétáló utca tekintetében felvetődött, ugye ezt a gránitot speciálisan kell tisztítani, magas nyomású és megfelelő összetételű folyadékkal, ez egyébként a előírása is ennek a technológiának, ezt a Városgondnokság szokta időről időre elvégezni, ez folyamatos, az idén is meg fog megfelelő időpontban történni, tehát ez a tisztítás, ez meg fog valósulni. Az INDA az egy bonyolultabb kérdéskör, az a jó hírem van, hogy már nincs fenntartási időszak, tehát hozzá tudunk nyúlni, nem mutatok senkit, ameddig a pályázatot elvégezzük, utána van egy meghatározott idő, amikor ebből megvalósult fejlesztéshez nem lehet hozzányúlni, itt ez már lejárt, tehát tudunk más műszaki megoldást választani, találni, mert hogy szükség van rá, azt szerintem nem lehet kérdés. Én úgy gondolom, hogy ezt a tervező ezt egy kicsit el is túl gondolta ezt a dolgot. Nagyon jó ötlet volt, amikor működik, akkor nagyon szép tud lenni. Egyébként meg van egy ilyen élőképes szobrunk az INTA szerelő szobráról. Igen, mert egyébként folyamatosan javítják, van is erre egy üzemeltetési szerződésünk, tehát e tekintetben ez a része működik, de sok egyéb probléma van, nem mutatok senkit, éppen ott egy kavics úgy lép rá valaki, senki nem tehet róla, de az már megrepeszti ezt az üveget, ami már nyilván probléma a vezetékek tekintetében, úgyhogy egyszerűen nem jó, ezt szerintem valamire cserélni kell. Nézik a műszaki emberek, hogy milyen módon is mire lehet ezt cserélni. A fiatalok tekintetében külön örülök annak, hogyha ők jól érzik magukat, mert az azt jelenti, hogy tényleg vannak programok, lehetőségek, rendezvények a városban, és hát ahogy beszéltünk róla, az őket érintő programok szerencsére úgy néz ki, hogy hiánytalanul meg is valósulnak, velük közösen fogjuk búcsúztatni a tanévet. Június közepén kinn a Fezen területén, erre szeretnénk mindenkinek a figyelmét felhívni, de ott a Liget, lesz aztán a Fezen Fesztivál, és lesznek belvárosi koncertek, úgyhogy én bízom benne, hogy a fiatalok a nyár egyrészt itthon töltve is meg fogják ugyanezt állapítani, hogy jó itt fiatalnak lenni. Ez azért is fontos, mert ha ők fiatalon szép élményeket kapnak, akkor azért nagyobb az esélyünk arra, hogy felnőttként is Fehérváron vagy Fehérvár környezetében éljenek. Fölmerült egy nagyon tág kérdés, hogy mit szeretnék én még fejleszteni. Hát nyilván mindent. Talán elhiszi mindenki, azt mondom, hogy a polgármester látja leginkább, hogy mennyi mindent kéne még fejleszteni, mert hogy muszáj mindennel is foglalkoznom. Közel sem azért, mert sajnos már mindenhez értenék, de ettől még minden előbb-utóbb bejut az én asztalomra. Úgyhogy nehéz is lenne ezt most itt konkrétan egy-egy példára vetítve elmondani. Én talán az fontos, hogy egyrészt közösséget fejleszteni, amiben én hiszek, és ami, ha lehet azt mondani, hogy van mániám, akkor ez mindenképpen az. Másrészt, hogy minden városrész és az ott élők érezzék, hogy fejlődnek, tehát ne csak egy-egy városrész, hanem a város egészében legyen ilyen, és hogy a megvalósuló nagy beruházások mellett, amik nyilván fontosak, mert egy kórházfejlesztés, az iskolák fejlesztése, egy multicsarnok az fontos a városnak, egy déli összekötő, egy Bakony utca fontos a városnak, de meglegyenek azok a kicsi aprónak tűnő fejlesztések is, amik egy adott területet virágosabbá, zöldebbé tesznek, közösségi tereket hoznak létre, sportolási lehetőséget biztosítanak, hozzá programokat tudjunk biztosítani. És amikor egy-egy ilyen elkészül, mondjuk az Aranybulla környezet, ami szerintem nagyon, nagyon szép lett, akkor az jó leső érzés, hogy ezt megcsináltuk, de aztán utána jön az újabb felmerülő probléma. Pont a Facebook közmeghallgatáson állapíthattuk meg, hogy ugye azáltal, hogy valamit megcsinálunk, elkészítünk, azzal egy kicsit az igényét is növeljük, hogy jó, ez nagyon szép, nagyon jó lett, köszönjük, de mikor csinálja meg a város ezt, azt vagy amazt. Sorban is ütemezett tudunk haladni, és hát vannak ilyen rövid távú, sokkal szerényebb céljaink is, például, hogy az energetikai árak robbanásszerű emelkedését a városüzemeltetésben, a közszolgáltatások garantálásában tudjuk ellensúlyozni, és ezt a problémahalmazt meg tudjuk oldani, mert ez egy óriási kihívást jelent minden település, így Székesfehérvár számára is a következő időszakban. Hogyha már az elmúlt időszaknál tartunk, és a nagy változásoknál, a fiatalokat is említettük, akkor nem mehetünk el a Corvinus Óbudai Egyetem napokban történt bejelentése mellett sem. Mi történik ott most igazándiból?
Corvinus jelezte nekünk, hogy ő nem biztos, hogy egy kampuszt szeretne működtetni a városban, de szeretne akadémiai, tehát oktatási szempontból itt maradni, de jobban örülne annak, ha lenne egy egységes egyetemi központ, amihez tudna ő valamilyen formában szakmailag csatlakozni. Ezzel párhuzamosan az Óbudai Egyetem és annak albarégia műszaki kara pedig egyrészt nagyon szépen fejlődik, létszám és infrastruktúra vonatkozásában is, illetve tudjuk, hogy egy nagyon nagy fejlesztés fog megvalósulni, egy mehatronikai, informatikai, tudományos központ, ami egy 30-35 milliárd forintos beruházás, ami nyilván nem csak ingatlan infrastruktúrát jelent, hanem nagyon sok eszközt, nagyon sok tudományos tartalmat, nagyon sok felsőoktatási lehetőséget a diákok és a tanárok, oktatók számára. És így végül is a két egyetem abban állapodott meg, hogy akkor egy központ lesz, ez a központ az Óbudai Egyetemnek a tulajdona lesz, és ebbe csatlakozik aztán be a műszaki mérnöki képzések mellé a Corvinus a gazdasági, pénzügyi, számviteli képzésekkel együtt, és részben a mérnök képzésben pedig így tovább tudjuk a speciális, duális képzéseket is, és azok arányát erősíteni. Úgyhogy én úgy érzem, hogy a két egyetem együttműködés az egy jó garanciát ad. Garanciát vállalt a Corvinus, hogy a Corvinusos diákok, beleértve azokat a diákokat is, akiket a mostani érettségi után fognak felvenni, szeptemberben kezdik majd el itt Fehérváron az egyetemi pályafutásukat, őket is Corvinusos diákként fogja végigmenni. Tehát Corvinusos diplomát tehát kapnak. Tehát Corvinusos diplomát fognak kapni, tehát egyetlen egy diákot hátrány nem ér. Ahol erre szükség van, ott a dolgozók átvétele is meg fog történni. Tehát én úgy érzem, hogy egy nagyon korrekt megállapodás kötött egymással a két egyetem. Még egy előnye van egyébként ennek a megállapodásnak, mégpedig, hogy így a két vadonatúj Corvinus épület, hiszen ezek frissen felújított épületek, kormánytámogatásból a körülöttük lévő területet pedig az önkormányzat újította föl, ez már beépíthető lesz az Óbudai Egyetemnek ebbe a nagy fejlesztésébe, és ezért nem mindent kell megépíteni, magyarul nem kell túl zsúfoltá tenni azt a területet, hiszen az a meglévő két épület is használható, hasznosítható lesz. De azt is egyértelművé tettük a két egyetem irányába, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk, hogyha a Corvinus nem teljesen kivonul a Fehérvárról, hanem ezzel a módszertannal ugyanúgy megtalálná a helyét, és hosszú távon így maradna. Egyébként a két egyetem akadémiai munkatársai, vezetői, magyarul a tudományos munkát vezetők, azok folyamatosan egyeztetnek már hetek óta a közös képzések lehetőségén. Ugye egyre már van példa, az már működik, van egy közös Óbuda Corvinus szak itt Székesfehérváron, azt hiszem, hogy egy jó példát mutat arra, hogy erre van lehetőség. És ugye a modellváltás, amit ugye sokan kritizálnak, sokan meg nagyon-nagyon dicsérnek, nyilván túlmutat a beszélgetésünkön, hogy hogyan értékeljük ezt, de ami ebben nekünk pozitív lehet, hogy ez egy rugalmasabb egyetemi struktúrát hoz létre, tehát az adott egyetemek gyorsabban tudnak lépni, azaz jobban tudnak igazodni, és gyorsabban meg tudják ezt tenni a munkaerőpiachoz, és akár a fiatalok, akár a leendő munkáltatóknak az igényéhez. Akkor ez egy ilyen mintamodell is lehet? Én azt hiszem, hogy már ez a szak is az, ez országosan is egyedülálló, és biztos, hogy van ebben még lehetőség. Ugye volt lehetőségem abban az állami ösztöndíj programban ilyen instruktorként, segítőként részt venni, ahol azok a fiatalok, nyilván szupertehetséges magyar fiatalok vannak, akik aztán külföldi egyetemre, a világ legerősebb egyetemeire mennek alanyjogon tanulni. Ővelük sokat tudok találkozni ezen program keretében, és az volt a tapasztalatom, hogy amilyen szakokra ők bejelentkeznek a világban, legyen az Európa, vagy éppen mondjuk a tengeren túl, nagy amerikai egyetemek, azok a szakok nem értelmezhetők a magyar szakok alapján, hanem ilyen nagyon erős vegyes képzésekre mennek, mert ott már eleve így csinálják. Nálunk még mindig vannak ezek a hagyományos szakbesorolások, miközben úgy látom, hogy a világ nagy egyetemeit tekintve ezt meghaladta az idő. Úgyhogy szerintem a duális képzéssel jó példát mutattunk, jó dolgot indítottunk el, egyik példa Baden-Württemberg, a Stuttgarti Egyetem, az egyik legnagyobb ilyen duális képzőhelyű egyetem Németországban, tehát ebben az Óbudai Egyetem itt már nagyon erős, az egyik legerősebb az egész országban, és ezt lehetne most egy második újdonsággal egy kicsit összemont kombinált képzés struktúrában kialakítani a műszaki terület és a gazdasági terület vonatkozásában. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Számos kérdés lenne még nyilván, amit így mondtak ismerősök is. Talán végezetül egy nagyon fontos téma, ezt kérték többen is, hogy mindenképpen kérdezzem meg, mert a COVID miatt nem voltak ebben biztosak, lesznek-e nyári táborok?
Lesznek nyári táborok, hagyományos önkormányzathoz kötődő táborként a Bregyóban is lesz tábor, most már meg teljesen megújult velencei táborban is lesz ilyen. Ezeket hamarosan turnusokkal együtt a Városgondnokság meg is fogja hirdetni. Érdemes a város, illetve a Városgondnokságnak a honlapját is követni, ott ezek a pályázatok jelentkezési lehetőségek meghirdetésre kerülnek, valamint nagyon sok magánszervezésű táborra is sor kerül Székesfehérváron. Azt látjuk, pályázat keretében ezeknek a táboroknak a megvalósítását is segíteni fogjuk, ezzel is segítve egy kicsit a családokat a nyári időszakban. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet, legközelebb egy hónap múlva várjuk majd Önöket, viszontlátásra.